de hagyjuk a hülyeséget, nézzük inkább a tényeket. Tehát, mint mindenki tudja, ez a mostani járvány a kínai Wuhan városából indult el, ami városkának elég nagy, mert körülbelül annyi ember lakik benne, mint Magyarországon, sőt valamivel több is, és a területe pedig akkor, mint Bács-Kiskun megyének. Tehát innen indult a járvány, ezt és mindenki tudja, hogy egy koronavírus okozza, tehát nem úgy általában a koronavírus, hanem egy bizonyos fajtája. Koronavírusnak legalább 40 fajtája ismeretes, mint tudjuk, és a 60-as években fedezték fel, és kezdték kutatni ezt az egész témakört. Magyarországon is legalább 10 éve folytattak koronavírussal kapcsolatos kutatásokat. Tehát ez a koronavírus, ami az oka a jelenlegi járványnak. Van rajta egy lipid burok, aminek vannak fehérje tüskéje, ezzel kapcsolódik az gazdaszervezetnek a sejtjéhez is, tulajdonképpen bepumpálja magát a sejt belsejébe, és ott elindítja a különböző folyamatokat. A vírusnak a neve az a SARS koronavírus 2, de a járványnak a neve az pedig a koronavírus által okozott megbetegedés 19, gondolom, hogy 2019-re hajaznak ezzel a számozással. Elsőben ez a betegség kifejezetten idősebb, legyengült szervezetű, csökkent immunrendszerrel rendelkező és krónikus betegségben is szenvedő embereket érint, ilyenek például a COPD, tehát a krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedőket, akiknek a légzőfelület eleve már csökkent, úgyhogy ennek még a minimalizálása nagyobb károkat okozhat. Emellett még a keringés elégtelenségben, illetve szívelégtelenségben szenvedőket a magas láz és egyéb problémák is megviselhetnek. Tehát egyszerűen főleg az idősekkel van probléma, akiket egy nátha is, vagy egy influenza jellegű fertőzés is igencsak megvisel. Tehát lehet, hogy egy kicsit nagyobb fegyelemre késztet bennünket ez a veszély, ami mondom nem akkora veszély, mint amit gondolunk, de azért oda kell figyelni, és mindent meg kell tenni azért, hogy ez ne terjedjen tovább, és ne legyen egy általános pánik következtében egy ilyen téboly hangulat az országban. Tehát tulajdonképpen aktívan kellene hozzájárulni ahhoz, hogy ez a vírus ne, ha bejut már a szervezetünkbe, mi felkészültek legyünk rá, és meg tudjuk védeni magunkat, anélkül, hogy itt imádkozva várnánk, hogy mikor lesz egy vakcina ellene, illetve mikor lesz valami csodaszer, amit ha beveszünk, meggyógyulunk. Tehát inkább törődjünk többet magunkkal, pihenjünk eleget, akkor ne menjünk közösségbe, hogyha nagy gáz van, tehát úgy érezzük, hogy tünetek jelentek meg rajtunk, és próbáljuk meg kivészelni ezt az időszakot. Mert át fogjuk vészelni ezt is, ugyanúgy, mint eddig bármilyen ilyen jellegű világjárványt. Üdvözlök mindenkit, aki kedvet érez még koronavírus tartalmú videók megnézésére. Tehát amiket most elmondunk, az nem az én fejvakarásomból jöttek ki információk, hanem teljesen független, nemzetközileg elismert szakemberek, kutatók, tudósok véleményét tükrözi. Ezek közé tartozik például John Ioannidis, aki a Stanford Egyetemnek egy kutató epidemiológusa és az egyik leggyakrabban idézett orvosi szakmai szerző. Ide tartozik még Suhari Bagdi, aki mikrobiológus professzor a Mainzi Egyetemen, aki szintén egy nemzetközi szaktekintély vírus témában, illetve Wolfgang Bodarg, aki az Európa Tanács Egészségügyi Bizottságának volt az elnöke. Jelen pillanatban nagyon nagy probléma az első kérdés, amiről szót kerejtsünk, hogy különbség van fertőzöttek és betegek között. Fertőzöttek azok, akiknek a véréből, vagy a nyálkahártyájáról, vagy a légutakból, bármilyen váladékból kimutatjuk a koronavírust. Megint nem mondom azt, hogy 102 koronavírust, hanem kimutatjuk a koronavírust. Ezek a fertőzöttek. A betegek azok, akik valamilyen tünetet mutatnak. Tehát vannak a tünetmentes fertőzöttek, és vannak a tünetet mutató beteg emberek. Olyan intézkedéseket élünk meg, amit soha nem. Az, hogy bezárjuk az embereket két hétre, majd kiengedjük őket. Miért várjuk azt, hogy a vírus kinéz az utcára? Ja, nincsenek sokan, elmegyek. Itt az a lényeg a folyamatnak, hogy az egész populáció minél hamarabb szerezzen immunitást erre a vírusra. Az idősekre pedig vigyázzunk, mert arra vigyáznunk kell. De soha nem mondtam mást. De a svédek mit mondanak? Legyünk gondunk a veszélyeztetett emberekre, tehát az idősekre, vagy krónikus megbetegedettekre, vagy azokra, akiket ez a vírus fertőzéshez komolyabban érinthet. Őrájuk vigyázzunk, gondoskodjunk róluk, és ők lehetőleg kerüljék a nagyobb közösségeket, illetve aki influenza-szerű tüneteket észlel magán, az maradjon otthon addig, amíg el nem múlik. Gondolom ott is van telefonvonal, hogyha nagy a probléma, azt lehet hívni. A hétvégén több városban, így Budapesten is tüntettek a koronavírus miatti korlátozások ellen.
A rendőrség figyelmeztette a résztvevőket, hogy szabadtéren is tilos 10-nél több ember gyülekezése, majd távozásra szólította fel őket. A Vegyük vissza az életünket elnevezésű demonstrációt Gődén György gyógyszerész szervezte. Elegünk van a politikusok játékaiból, a saját kezünkbe szeretnénk venni az életünket, nem hagyjuk, hogy bezárjanak bennünket, nem hagyjuk, hogy olyan dolgokat kényszerítsenek ránk, amiknek semmi értelme.